Pokollá vált az élet egy 9. kerületi bérházban Budapesten. Ágyi poloskák és bolhák lepték el ugyanis a lakásokat. Hetente írtják a rovarokat, de hiába. A földszinti lakások többsége lakhatatlan, a víz, a salétrom és a penész miatt. A kétségbe esett lakók egyedüli reménye az, hogy az önkormányzat segít rajtuk. A tények összefoglaló után élőben kapcsolunk a helyszínről. Ott van egy sarokba az él. Így indul egy átlagos nap németéknél. Először az ágyat, majd a szekrényt és a falat vizsgálják át tüzetesen. Ágyi poloskát keresnek. Tele van minden velük. A bútorokba beköltöznek, a fába, a galériába, ruhákba, ágynemükbe. Hónapok óta küzdenek a poloskákkal, és most már a bolhákkal is. Hetente írják őket, hiába. Kivakartam. Itt például hólyag is volt kint, a karom végigmarva, a másik szintén. Így menjen az ember dolgozni, vagy az utcára. Ellepték a poloskák a szomszédokat is, ők szintén tehetetlenek. 200 ezerbe került nekünk ez az ágy, és nem győzöm tűrőgetni, takarítani. Annyi poloska, ilyen nagyok vannak. Az önkormányzat segítene. A kérdés az, hogy megéri-e a bontásra ítélt épület rovarírtására hetente közel 100 ezer forintot költeni. Sajnos az önkormányzatnak is végesek a lehetőségei ebben az ügyben, hiszen egy hét után tulajdonképpen újra lehetne kezdeni a rovarírtást, hogyha a szomszédos épületben esetleg nem történt meg. Fuchs-Ricsi riporter kollégánk ott van a kártevőkkel teli házban, és ott lakókkal járja körbe a helyszínt. Jó reggelt, Ricsi, mi a helyzet most? Jó reggelt kívánok, valóban itt vagyunk. Amikor megérkeztem, az volt az első kérdésem, hogy milyen volt az éjszaka. Az volt a válasz, hogy hát a szokásos. Igen, nyugtalan. Ugyanúgy hajkurászni kellett ugye, ezeket az élősködőket. Megkérdezem még egyszer, hogy telt az éjszaka? Nyugtalanul, bizonytalanul, álmatlanul, folyamatosan nézzük, vannak-e még, élnek-e még, de sajnos még írtás után pár nappal is vannak élők. Most amióta itt vagyunk, körülbelül fél órája jöttünk, a falon láttunk néhányat, a gyerekek fönt az ágyon találtak. Így van. Jellemzően hol fordulnak elő? Jellemzően az ágy és ágy környéke. Meg tudjuk ahol nézni, ki tudjuk melegét. Húzni esetleg? Igen. Segítek. Igen. Hát itt már csak tetemek vannak, olyanok, amik nem élnek. Ezek is azok. Ugye itt vannak a vérek, amiket így elkentünk. Ezek már nem élnek. Talán sikeres volt a harmadik írtás, és nem találunk több élőt, de bármikor, de hát látták önök is, hogy előfordulnak még mindig. Főleg kicsikék, és azok szaporodnak. Körülbelül 5 hónapja kezdődött ez az egész kálvária. Igen. Az ágyi poloskákkal. Hogyan telnek a mindennapjaik? Hogyan tudnak együtt élni ezzel a jelenséggel? Nagyon nehéz velük együtt élni. Mentálisan nagyon megviseli az embert, tehát éjszaka nem pihenik ki magát, csipkedik, keresi, nappal nem tud koncentrálni, és ugye a gyerekek tele vannak csípésekkel, tehát vakaroznak, azt se tudom, hogy mit csináljak velük, kenegetjük, fújjuk, gyógyszereket kapnak, de semmit nem tudunk. Mivel talán. Ugye hívtak embereket, hívtak rovarírtókat, mivel bíztatják önöket? Sokszor kell megismételni, de az a probléma, hogy mi hiába csináljuk rendszeresen, mondjuk 2 hetes, 3 hetes rendszerességgel, mert úgy általában akkor kell neki, amíg ilyen környezetben vagyunk, és nincs az egész ház lefertőtlenítve, nagyon sok szomszédnál van. Tehát átjárnak fűtéscsövek mellett, falak repedéseiben. Persze, behozzuk egy cipővel. Mi volt az első tanács, amit kaptak? Dobják ki a bútorokat? Égessék fel a lakást? Mit lehet csinálni? Hát a legegyszerűbb módja, ugye állítólag ezek képesek úgy elbújni és úgy betokosodni, hogyha kell, akkor kicsit sétáljunk, kell egy kicsit akkor 20 évig is elbújdokolnak, és amikor megérzik az ember melegség közelét, akkor újra életlekelnek. Nem tudom, hogy ebből mi igaz, de képesek eltűnni, ha nincsen számukra élelmiszer, tehát élelem. El sem tudom képzelni, tehát este, amikor a család aludni megy, jól érzem, hogy akkor az ember egy akkor kicsit félve. Akkor átvizsgáljuk az ágyat, aztán ha látunk éppen élőt, akkor gyorsan fújunk rá egyet, az elpusztul, és akkor ugye megyek a telefonommal, világítok, és keresem, hogy van-e még, pláne a gyerekek. Éjszaka felébrednek, vagy átalusszák az éjszakát? Nem, nincs egy nyugodt éjszaka. Tehát folyamatosan, vagy a vakarózás miatt, vagy azért, mert az ember már stresszel, és kinyílik a szeme, kapcsolja egy telefont, és már keres, és ha keres, akkor talál. A gyerekeit mennyire viseli meg ez a... Nagyon megviseli, kezdődik az iskola, szégyelik magukat, kellemetlen nekik, ugye engem nem csípnek, de őket nagyon.
fáj, tehát a lányomnak például gennyesen jön ki, ugye másképp reagál a szervezete. Tehát gyakorlatilag reggel az ember felébred, akkor utána keresi a különböző sérülés nyomokat? Nem kell keresni, mert érzi. Tehát ránézek, vagy az arcán, vagy a kezén, ezek felholyagosodnak neki. A kisfiú is rögtön jön, hogy anya kendben. 5 hónapja próbálkoznak. Mi a terv? Hogyan látja a következő 5 hónapot? Mit fognak csinálni? Szeretném, ha az önkormányzat segítene abba, hogy az egész házat lefertőtlenítik. Mert hogy ez nem az önök problém, nem, csak az önök problémája. Nem, csak az ön, a mi problémán körülbelül 6 lakóval beszéltem, ugye a 23-ból, de voltak, innen már voltak fertőtleníteni. Ők is többször ismétlik, ők is fizetik ki 2-3 hetente a 15 000 forintokat. Náluk se tűnik el nyomtalanul, tehát előjönnek, és mindenhol van. Tehát az udvaron, a folyosón, az összes közös területen, szerintem a pince is dugig van, minden, tehát fertőzött az egész. És amíg az egész nincs lefertőtlenítve, tehát... Gondolom, beszéltek rovarírtókkal, itt voltak, írtottak. Mit mondtak, milyen információt kaptak, hogy mivel tudják biztatni az embert egy ilyen helyzetben? Ez úgy működik, hogy 2-szer kihívjuk őket, ugye 2-3 hetente, mert ugye ismételni kell, általában a harmadik után már ingyenes, tehát akkor vállalnak rá garanciát, de a garancia is csak 3 hónapra szól. Tehát, hogyha letelik az a 3 hónap is, akkor utána megint előjön. Mennyibe kerül egyébként egy ilyen rovarírtás, egy ilyen poloska írtás? 12-18 000 forint. Amit kellene ismételni? 2-3 hetente. 2-3 hetente. Bocsánat, átjövök erre az oldalra. Értem. És igaz, ugye ezt a szegélylécet néztük meg, amikor érkeztünk, ugye ott is van. Itt is letéptem, mert ugye alatta volt. Ebbe sem segít az önkormányzat, hogy a javítását legalább fizessék, tehát ez is ránk marad. Bármit javítunk, akár bogár, bármi miatt. Megfújt a fejükben, hogy esetleg elköltöznek, vagy tovább mennek innen? Van lehetőségük elmenni innen? Nincs. Egyelőre 14 éve azt hallgatjuk 2 évente, hogy költöztetnek ki. A lakás nem eladható, csak cserélni tudom, de könyörgöm, kijön ide lakni. Jó, hát nagyon-nagyon remélem, hogy valaki ezt látja, hallja, akkor talán meg fog mutatkozni némi segítő szándék. Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Szó a stúdiói.